Nagyon szükségem volt már rá, nyertem végre, mert már szabályrendszerben is, ez kellett már, jó volt az egész, élveztem az egész bunyót, öröm volt minden perc. Teljes erővel készülök a Komáromira, jó lenne végre nagy közönség előtt is nyerni, és megmutatni tényleg, hogy helyen van ebben a sportban. Készülök teljesen, állóba is, földön is, megyek rá a jitsura, hogy ne legyen földön se meglepetés, most újra. Megyek rá az állóképességre, és felhozni állóbunyóra is. Mindenképpen azt akarom, hogy megismerjék a nevemet, és hogy megmutassam azt is, hogy nagy közönség előtt és nagy gálákon is nyerni tudok, és hogy a stressz meg ez a nyomás ez nem kerekedik felül rajtam. Szerintem most ez a felkészülés eddig nagyon jól alakul, úgyhogy bízom benne, hogy jól fog sikerülni a meccs is. Minden héten várom az alkalmat, sajnos eléggé elfulladt vagyok, de amikor tudok, itt vagyok, próbálom segíteni a srácokat is, mert igazából nem gondoltam volna, de 27 évesen, mikor ma azt gondoltam, hogy fölösleges éve belekezdeni, igazából rájöttem, hogy most érzem magam a legerősebbnek, a legmotiváltabbnak, tehát pont ezért is szeretnék belekezdeni ebbe az egészbe, ketrecbe lépni, versenyezni is akár, de elsősorban magamnak megfelelni is, és az edzőnek is, és mindenki másnak, aki itt van. És még egyszer mondom segíteni őket. Jó kis csapatba szeretném érezni magam is, hogy is érzem magam, jó a környezet, jó az edzések is. Azaz. Szép, állás, az állás, onnan Dávid. Azaz. Állás. Azaz. Meg vagytok? Meg fejelted? Meg vagy már? Aha. Csak illából. Meg vagy? Azaz. Levitel, legyen benne, szép! Levitel legyen! Nem tudom, kicsit megzavarodtam az előzőnél, megkaptam egy esésnél bevágtam a fejem, onnantól kezdve fontosan szédülök. Aztán, amikor már Zolival bunyóztam, akkor a gárnál, amikor befogott, akkor már nem is voltam szinte magamnál, csak láttam, hogy kicsit elereszt, és egyből már odavertem neki, azt hittem, hogy még benne vagyok rendesen. A feladat az ugye álló bunyó volt Max levitellel, és hát levitt faszán, ahogy kell. Utána le is álltam, de nem tudom, nála lehet kicsit túlfröcsögött a tesztoszteron, aztán még széttártam a karjaimat, ő meg még betette egyet. Meglátjuk majd kis kesztyűben is, ekkora lesz a legközelebb. Ketrecharcos.hu. Harcművészet, küzdősport, MMA.